tudták, hogy az otthonunkban belélegzett por is a kültérből származik. Otthonunk levegője manapság tele van a gyárak üzemek által kibocsátott szennyeződéssel, a vegyszerek és kipufogógázok mérgező anyagaival. Talán azt is tudják, hogy a por egy része az elhalt emberi hámszövetből, a szőnyegekből és ágyneműkből, az emberi és állati szőrszálakból, madártollból, szövetrostokból, rovartetemekből, virágporból, hajkorpából és egyéb anyagokból kerül a levegőbe. Ezekből az anyagokból egyetlen gram házi porban is 700 millió részecske található, és minden levegővétellel legalább 40 ezer, de akár 75 ezer apró porszemcse is a szervezetünkbe kerülhet. Méretük az 1/100 mikrontól a 100 mikronig terjed, és táplálékul szolgál az atkáknak, akik a szőnyegeinkben és az ágyunkban élnek. A házi por szerves részecskéivel táplálkoznak, ürülékük pedig a levegőbe kerülve irritálja a légzőszerveinket és allergiát okozhat. Egy átlagos háztartásban évente körülbelül 45 kg por termelődik. És egyetlen gram házi porban akár 19 ezer atka is élhet. A dohányfüst, a virágpor és a penész mellett az atkák az allergia legfőbb okozói. Ez a lakás sem kivétel. Itt élek, ez az otthonom. Bemutatom Jimet, remek fickó, sok időt töltünk együtt. Ő pedig Sophie, igazán különleges lány. Nagyon szeret, mert amíg én nem voltam, szenvedett az allergiától. Sokat használ engem, mert megvédem őt, Jimet és az otthonunkat. Ma szombat van, Jim elment a piacra, vagyis főzni fog, tehát rám is szüksége lesz. Nem, ez nem én vagyok, ez csak a kutyánk. Azt mondják, a kutya az ember legjobb barátja, pedig velem is érdemes megismerkedni. Sophie, azt hiszem ideje volna bemutatnod a kedves nézőknek. Igen, ez vagyok én. A Tuttoluxo 6S. Az új csodafegyver, aki bátran szembeszáll az allergiával. Természetes erő. Stílusos formatervezés. Páratlan minőség. És rengeteg praktikus megoldás ötvöződik bennem. A Zepter International 6 funkcióval látott el engem. Nedves és száraz porszívózás vízszűrővel. Gőzölős fertőtlenítés. Gőztisztítás és porszívózás egyszerre. Légtisztítás és aromaterápia. Légpárásítás. Profi gőzölős vasalás. Bizony, ez mindig az. A motoromra esküszöm. Most pedig a kedves Sophie mindent megmutat rajtam, hogy önök is megtudják, mi mindenre vagyok képes. Kezdjük hát a bemutatót. Először is kinyitjuk a tartályfedél helyes kis rögzítőfüleit, leemeljük a fedelet és kivesszük a tartályt. Látják a vízszűrőt? Segít megóvni lakókörnyezetünket. Többé nem lesz szükségük drága papírszűrőkre. Ügyelek a család kiadásaira, és időt spórolok nekik. Ez itt a víztartály, ez pedig a gőztartály. Ez a két porlasztófej a szabadalmaztatott Spray System fő alkatrésze.
A Spray System segítségével a vízpárával a legapróbb porszemeknek is útját állom. A porszemcsék a víztől elnehezülve gravitációs hatásra a tartályba hullanak. Ez pedig itt a légszűrőm, amely megakadályozza, hogy a vízpárán áthaladt szennyeződés részecskék újra a levegőbe jussanak. A tartály válaszfalán látható jelölés mutatja, mennyi vizet öntsünk a víztartályba. 7 deci vízzel búcsút inthetünk a hagyományos papírszűrőkben tanyázó baktériumoknak. Először öntsünk legfeljebb 9 deciliter vizet a gőztartályba ezzel a töltsérrel. Innen fogom termelni a 150 fokos gőzt, amely elbánik a háztartásban tenyésző atkákkal, a kórokozókkal, baktériumokkal és vírusokkal. Ha a kedvünk tartja, egy kevés cepter aromaterápiás illóolajat is cseppenthetünk a vízbe, így igazi illatárban takaríthatunk. Nem sok porszívó illatosítja a kifújt levegőt, sőt, általában mindegyik csak büdösíti. Ha ezzel megvagyunk, zárjuk vissza a tartályt, és már dolgozhatunk is. Sophie most megmutatja, milyen szűrőim vannak még. Azok kedvéért, akik még komolyabb szűrőkre vágynak, az én teremtőm ellátott engem egy mosható poliészter szűrővel is. Ez a szűrő meggátolja, hogy porszívózás közben a szennyeződés visszakerüljön a levegőbe. A belőlem távozó levegő tehát 100%-ig megtisztul, mire áthalad rajtam, így könnyedén, gyorsan és hatékonyan javítja a lakás levegőjének minőségét. Ez pedig a motorszűrőm, ami megakadályozza, hogy a padlóról és a szőnyegből kosz kerüljön a motoromba. Itt szűröm meg a motort hűtő levegőt is. Ilyen funkció csak bennem a Tuttoluxo 6S-ben található. Különleges elektronikus érzékelőim a szabadalmaztatott technológiának köszönhetően egyszerűen ellenőrizhetőek és tisztíthatóak. A gőztartály vízkőmentesítése is könnyebb, ezért hatékonyabban takaríthatunk. A gégecső beillesztése igazán egyszerű. Kapcsoljuk a csövet a Slalom System fogadó egységére, és az elektromos kábelt is csatlakoztassuk a foglalatába. A hőszigetelt csövek megakadályozzák a túlhevülést, és szükség esetén hosszabbíthatóak is. A szőnyeg és padló tisztításhoz csatlakoztassuk a szőnyeg és padló tisztító fejet a nagykeféhez. Ez a tartozék gumigörgővel van ellátva, így a kényesebb felületeken, például a parkettán is akadálytalanul siklik. A nagykefémen 4 foglalat várja a tisztítókendőket és csúszózár rögzíti a hosszabbító csövet. Most pedig hadd mondjam el, mi a Slalom System lényege. A kisméretű első kerekek a gégecső csatlakozójával együtt kanyarodnak, így a készülék könnyebben mozgatható, és a cső élettartama is hosszabb lesz. Ezzel a különleges megoldással nagyobb a mozgásszabadságom. Nézzék csak, mindenhová követem Sophie-t! A motor bekapcsolásához nyomjuk meg a markolaton lévő kezelőpanel fokozatváltóját. Elég néhány gombnyomás, és már készen is állok a por és a kosz eltávolítására. A szívó teljesítményem könnyedén szabályozható, ráadásul hatékonyabban, mégis energiatakarékosabban tisztítok. A motorom 1600 watt erejével dolgozik, de csak 1000 wattot fogyaszt, és csendesebb is a kategóriám többi versenyzőjénél. Ilyen az erő, ha sokoldalúsággal párosul. Hölgyeim és uraim, ez nem csalás, nem ámítás, ez maga a valóság. Most pedig ideje magasabb szintre lépnünk. Ez a kedvencem, gőztisztítás és porszívózás egyszerre. Most lássunk néhány újabb fantasztikus funkciót óriási eszköztáramból. Ezek nagyon meg fogják gyorsítani a takarítási feladatokat, és megbízható segítséget nyújtanak a poratkák és a házi por elleni küzdelemben. A gőztartály beindításához a funkcióváltó gombbal indítsuk be a gőztermelést, majd a gőznyomás szabályzóval állítsuk be a gőznyomást. Páratlan erejű, folyamatos gőzsugarammal egyszer és mindenkorra megszabadítom a lakást a portól, az atkáktól és a többi mikroszkopikus kórokozótól. Az egycsöves fúvókával ellátott résszívófej
kiválóan eltávolítja a zsíros vagy sáros szennyeződést is. A kis körkefével együtt csodákra képes. Ezután egyszerűen csatlakoztathatjuk a széles vagy kis szívófejet, és mindent átporszívózhatunk velük. Nem ismerek lehetetlent. Következzék az ablakmosás. Mutasd meg nekik, Sophie! Egyszerre indítunk be két funkciót, a gőztisztítást és a porszívózást. Maximumra állítjuk a gőznyomást, majd lassan a szélek felé haladva végighúzzuk az üvegfelületen az ablakmosófejet. Sophie könnyen és egyszerűen moshat ablakot, még télen is. Most bemutatom egy másik barátomat is. Ő a csatlakozó fej, de jobban szereti, ha karomnak szólítják, mert imádja a kung fu filmeket. A karom elég heves fickó, és tele van meglepetésekkel. Amit most látnak, az csak töredéke a tudásának. Vérbeli harcos, de talpig úriember. Sophie most az egycsöves fúvókával ellátott résszívófejjel távolítja el a koszt a sarkokból. Amikor pedig a karom is akcióba lép, az maga a tökély. Ezt a napfényes délutánt Sophie anyukájánál töltöm. Nézzék, hogy kínlódott ez a szegény asszony, mielőtt beléptem az életébe. Majd meghasad a szívem, ha hajolgatni látom ezeket a gyönyörű hölgyeket. Pedig olyan egyszerű a megoldás. Kapcsoljuk a csatlakozó fejre a sört és porszívó toldalékot, és már is nekiláthatunk a függönyök és egyéb textíliák takarításának. Egyszerre fertőtleníthetjük, porszívózzuk és simítjuk az anyagot. A sört és porszívó toldalékkal felfegyverzett csatlakozó feje az én 150 fokos gőzömmel egyesülve igazán meggyőzően teljesít. De türelem, a legjobbat a végére tartogatjuk. A hálószobában élő poratkák elpusztításához is ugyanezt a Mester 3-ast használjuk. Na, ki szeretné megosztani az ágyát és az egész lakását ezekkel a kedves kis teremtményekkel? Rögtön gondoltam, akkor ha megbocsátanak egy pillanatra. Hasta la vista, baby! Jim kutyája, Bruno sem okozhat több gondot. A gőz a bundáján behozott allergéneket is elpusztítja, így Sophie-nak nem kell tartania az allergiás tünetektől. Nagyon fontos, hogy a családban megmaradjon az egészséges egyensúly. Persze Sophie apukája sem tétlenkedik, kikeféli Bruno bundáját. Jól van, Bruno, lazíts, öreg fiú! Luxó bácsi, vigyázz rád! Legféltettebb tárgyaink portalanításához a körkefét ajánljuk, amely kíméletesen, de alaposan dolgozik. Ehhez a művelethez csak a porszívó funkciót használjuk. Ő Margaret, a vaslédi, aki minden gondot elsimít. Ne mondják el senkinek, de ha Maggie-vel vagyok, rögtön gőzbe jövök. Amikor Maggie rám kapcsolódik, finoman leállítom az egyik porlasztómat, így takarékosabban 2100 helyett mindössze 1050 watttal termelem a gőzt, de a vasaláshoz nem is kell több. Maggie igazi profi. Minden anyaghoz megfelelő hőmérsékletet tud biztosítani. Au ciel d'été, confond ce
Állítsuk be a gőznyomást, és dolgozhatunk is. Ezen a hőfokon minden textíliát vasalhatunk. Amikor a gőzre lépek, Maggie a legkényesebb ruhaneművel is megbirkózik. Sőt, egyszerre több réteggel is. Nézzék csak! Egy, kettő, három, négy. Folytathatnám, de más is van még. Itt vagyok kedves komámmal, az akrobazlétrával. Sophie-nak igazán jó sora van mellettünk. Maggie szakértelmével a függőleges vasalás is gyerekjáték. Gond nélkül tisztítom az összes ruhaneműt. Minden háziasszony tudja, hogy a gyapjút nem jó gyakran mosni. Ha viszont friss és illatos pulóverre vágyunk, elég néha átgőzölnünk.